Köszöntöm Önöket! Ötödik alkalommal érkeztek Fejér megyébe, illetve hát Székesfehérvárra a moldvai pusztinából csángó magyar vendégek. Ebből az alkalomból a stúdióban köszöntöm Lajos Katalint és Szőcs Tinkát, akik hagyományőrzők. Mielőtt belemennénk abba, hogy konkrétan milyen célból is érkeztek hozzánk, szerintem nem mehetünk el szó nélkül a ruházatuk mellett, úgyhogy arra szeretném megkérni Önöket, hogy nekem, illetve a tévénézőknek is mondják el, hogy tulajdonképpen mit is láthatunk. Mint kicsi korunktól gyerek, korunktól így voltunk, hogy úgy nyitottuk ki a szemünket, hogy jártunk az iskolába, magyart nem találtunk, akkor nem tanultunk. Most hála Isten, hogy most megvan a magyar iskolás, de mi tudunk beszélgetni, de magyarul olvasni nem tudunk, beszélni tudunk. Amellett foglalkozunk, vartunk, szőttünk, mentünk, mikor gyerekek voltunk, akkor mentünk a marhákval, a tányékval, vágtunk ilyen vasszőt, köttünk kasakot, vittük aladni, hogy lemiből megéljünk. Földünk volt, akkor kapálni, voltunk nyárba, télbe akkor szőttünk, vartunk. És hát akkor gondolom, ezek a ruhák, amikre igen, ugye én rákérdeztem, ezek is ilyen kézműves, különlegességek. Igen, igen, arról lesz szólunk mi. Akkor elmondjuk akkor, hogy készültek ezek a ruhák. És jó, rendben. Az, mire van himjezve lesz az ing, az először megszőjük a vasznat. És aztán ezt a eszekerítsük őket, hogy megvarjuk, akkor meghimejzzük az ingóját, akkor a vállat, meg gyöngyöt is raktunk belé. Akkor jön ez a gyüngy a nyakunkon, ezt hordjuk, mindenki hordja, mert amellett a ruha nem szép, ha nincsen gyöngy. Akkor van katrincánk, héza, van bernéc, amivel megkössük a derekunkat, vele igen, és akkor van a fejkendő. A fejkendő van több színbe, akkor vagyon piros, fehér, zöld, akinek mi tetszik, azt hordja nálunk, igen. És akkor mi avval foglalkozunk otthon, szövünk, varunk, akkor még mit mondjuk a... Többire télbe foglalkozunk, igen, ilyen szővel, varrásról, már nyárban olyan mazai dolog, melyünk nyárban nem ebben csináljuk, hanem télbe, akkor télbe olyan, hogy teszünk szőt. Akkor ha vagyunk több testvérből, és még akkor van egy karincát, akkor megvessük együtt, és akkor egyik mondja, én vetnék, csinálnék három karincát, szőnék, akkor másik négyet, másik ötöt, akkor mindenki megvessük egy hárja, a maékit, úgy mondják, maéki az a cérnámákba, fűzzük bele ezt a gyapjot. És akkor hát megszőjük, mindenki leszője a zövét, összegyűlnek, és akkor megyünk Guzsosba, csátába, azt mondják, Guzsos. Akkor, ha nekem van szőm, akkor jönnek hézam, jönnek varuikval, fonóikval, kötőikval, és akkor ott tanálunk, énekelünk és mesédzünk és még beszélgetünk egyik dologról, hogy még mit kéne csináljunk egyik naptól a másikig, mi lenne jó, mit dogózunk. Így mindenvel, így foglalkozzunk, télben varrunk, szőjünk, nyárban akkor megyünk a mezőre, a kukurica, ilyen terebuza nálunk, úgy mondják terebuza, kapálló, akkor tehányek, bárányok, disznyók foglalkozzunk, tyukok, és még nevelünk új, és hogy még adunk el, és hogy még csináljunk egy pénzt, és valamit. Na. 2007 óta, ha jól tudom, van önöknél egy úgynevezett magyar ház. Igen. És ugye úgy mutattam be önöket, mint hagyományőrzők. És én úgy tudom, hogy ebben a magyar házban önök is dolgoznak, tanítanak, mint hagyományőrzők. Igen.
Konkrétan itt ugye azért a kézművesség is elhangzott. Mivel foglalkoznak, és nagyjából melyik az a korosztály, akikkel foglalkoznak? Hogyan szólítják meg a fiatalokat? Hát a fiatalok meg van beszélve egy napra, hogy mikor összegyűlünk oda a magyar házhoz, akkor ott a nők is jönnek, mi tanítjuk őket szőni, mert most mondjuk a fiatalok nem tudnak annyira, mi a régibbek, mi is tanultuk anyáméktól. Szövünk, varrunk, akkor őket is tanítjuk. Akkor abban az időben akkor énekelünk nekik, mesélünk nekik, mert tudjuk azt a régi énekeket, szépeket, mesélünk nekik ott olyan, és így ülünk eszem oda a magyar házba. Még táncolunk velük, ott tanulunk szép táncokat, tanítjuk őket bennek. Igen, és így foglalkozunk velük a magyar házba. Amellett most felvannak vívál ezek a kapcsolatok, mint hogy vannak golyás ágyi, ágyék, fehérvárjak, jönnek szőni oda, tanítnak ide való szőtre, mintákra. Akkor ők tanulnak a még mintáinkról. Nem tudjuk megköszönni, hogy felvettük a kapcsolatot velük, és nagyon sok mindent tanultunk tőlük. Ők is tőlünk, mink is tőlük. Mellett jönnek a gyerekek, táborunk van, akkor tanítsák furuljálni, énekelni. Nagyon sokat ez a, hogy mondjam, a Nóri és Sál volt Hézánk. Nagyon tisztelettel fogadjuk őket, örülünk, mikor jönnek. Nagyon örvendünk, mert akkor tudunk egyik a más közt tanulni. Mink tanuljuk az idávaló Székesfehérvárit, ők a pusztinaiasot, akkor mink tartjuk a kapcsolatot egyik a másról. Ugye nem olyan régen érkeztek ide hozzánk, és hát Velencén szálltak meg a székesfehérvári gyermek és ifjúsági táborban. Mielőtt erről a táborról beszélnénk, azt szerintem fontos hangsúlyozni, hogy a mai napon vannak önök életükben először itt Székesfehérváron. Mi a benyomásuk, hogyan tetszik önöknek Székesfehérvár, mit láttak egyáltalán eddig belőle? Hát Székesfehérvár nekünk nagyon szépnek tetszik, összejártuk mindenütt, láttuk, mi van itt nálik, és akkor itt a táborukban, akkor szeretjük a gyermekek, hogy milyen szép na, programik vannak nekik. Nekik mi énekeltünk a tennap is a táborban, Katalin mesélt nekik, akkor vicceket mondtunk nekik, szerették a miénket, mi is tanítottuk őket, az idevalósokat, lássák meg nálunk milyen a szokás pusztinába. Azért is jöttünk ide a táborba. Igen. Akkor, hogyha már szóba hozta ugye a tábort, igen, akkor nem tudom, hogy mennyire lehet összehasonlítani az itteni fiatalokat az ottani fiatalokkal, hogyha hagyományőrzésről van szó. Hiszen én azt gondolom, hogy a hagyományőrzés az mostanában azért nagyon divatos, reneszánszát éli. Mennyire érdeklődőek? Össze lehet-e hasonlítani egyáltalán őket? Össze lehet. Néztük az este is, hogy mennyit mi énekeltünk, hogy meséltünk velük, olyan figyelmesek voltak reánk, hogy olyan hamar megtanulták, amit mi énekeltünk velük. Szerették ők az idevalók, és hasonlít jó velünk. Szeretik ők is ezt a miénk énekeinket, táncainkat, mindenféléket, amit mi elmondtunk nekik itt. Nagyon kedvesek, annél jobb kedveseket nem kaptunk, milyenek ők vannak itt a Székesfehérvárról. Velencén a táborba, mentünk feredni, jöttünk vissza, mindenki csoda szépen beszélt, meghallgatott, nagyon örvendtek, hogy eljöttünk, jöttek alainkba. Szalad volt, jönnek a pusztinaiak, Isten hozott, befogadtak szépen, nagy kedvel. No, erre is megszerettük egyik a mást. Én mikor jöjjek ide, annyi mi, mennék haza, úgy megszoktuk egyik a másból itten. No, sokat tanultunk itt, és ők is jönnek, minkes. Örülünk, hogy fel tudtuk venni, hogy kirendelt a Jóisten, hogy felvettük ezt a kapcsolatot, hogy tudunk egyik a másval beszélni, és tartani a kapcsolatot. Nagyon
Még a telefonon esténként, mikor nincs mit dolgozok, akkor csengetem Ágit és azt a Csillát és Nórit és Anikót és mit csináltok, hogy voltak, jól voltak, mikor jöttek hézánk, szeretetve várunk ők és mint csak új. Nagyon, nagyon szeressük, nagyon szép. Szép dolgot tesznek le, szép mintákat szűnnek ők, és fasnak szépen. Nagyon szeressük, hogy dolgoznak. Ők azt mondják, hogy a miénk szebb, de mink azt mondjuk, hogy az övéké még szebb, mint a miénk, a pusztinai. Nagyon, nagyon szeressük. És azért is örvendünk, hogy fel tudtuk venni itt a Székesfehérváron, a Velencén a kapcsolatot, hogy tudunk jönni és még tanulni egymáson. Az ember azt mondja, hogy mennyit tanul még elébbon többel. És akkor itt is elsősorban ugye a szövést tanítják? Igen, tanultuk a szövést, igen, és ahogy az most voltunk, bemutatott minden szevőt, próbálgattuk az idevaló mintákat, és megtanultuk mindent, és szeretjük. A tévénézők kedvéért mondom azt, hogy ezt a beszélgetést még azért jóval korábban rögzítettük, vagy rögzítjük, mint amikor, tehát azelőtt, hogy ugye a Székesfehérváron, a Városháza dísztermében 27-én 18 órakor tartottak egy kis bemutatót, egy táncos kis estét. Erre hogyan készülnek, csak ugye ezt azért hangsúlyoztam, hiszen akik most ezt az adást nézik a tévében, ők már ezen ugye túl vannak nyilvánvalóan. Tehát mivel készültek ide nekünk székesfehérváriaknak? Ilyen táncról? Igen, ma este, ami lesz előadás. Hát ahol, hogy mesével és énekvel is készültünk, táncval sok minden táncot volt készült, a gyermekek fel vannak készülve, mink is táncolunk, de a gyerekek többet, mi mink. És akkor van a több tánc, van vannak furiásaink, fel vannak készülve, furiázni, táncolunk, énekvál, akkor táncolunk. Mi énekelünk, mesélünk, evel vagyunk felkészülve most ugye. És ilyen csángó tánca, mélyeink ők fújják ide valósít, tanulnak, és a mélyeinktől, és a mélyeink tanulnak az ide valósít. Tanítsuk egyik a mást. Ők tanulják a mélyeink táncainkat, és mink tanuljuk az övékét. Nagyon. Igen. És nem tudjuk Nisztor Ilonának megköszönni, hogy őhoz mindenében felvette a kapcsolatot, és ő visz minket a csoportba, minden évben elvisz, hogy nagyon gratuláljuk, hogy míg ő nem volt, addig nem voltunk soha mink. Nem voltunk egy hár, és míg Ilona fel nem vett minket így a 94-től, a 6-tól. Táncra most itt ugyan nincsen lehetőség, és nem tudom, hogy mennyire pofátlan kérdés vagy kérés ez önöktől, hogy esetleg a TV nézőknek is, meg nekem is, ha már ennyit említették az éneket, igen, esetleg énekelnének-e nekünk így a műsorunk végéhez közelebb? Kette szabad énekeljünk együtten? Igen, együtt lehet énekeljünk. Kattán, együtt. Akkor fújjuk, mivel pusztinából jöttünk, hogy más éneket. Pusztina éneket. Pusztina éneket. Pusztinai nagy hegy alatt, pusztinai nagy hegy alatt, egy szép legénk a szálzabad, egy szép legénk a szálzabad. Zabadka szállalóának, zabadka szállalóának, szeretőt keres magának, szeretőt keres magának. Kaszáj zabad, ne vad lencsét, kaszáj zabad, ne vad lencsét. Szeress Lejan, ne menyácskét, szeress Lejan, ne menyácskét. Már én menyácskét szerettem, már én menyácskét szerettem. Világimat elvesztettem, világimat elvesztettem.
Pusztinai nagy hegy alatt, pusztinai nagy hegy alatt, van egy forrás titak alatt, van egy forrás titak alatt. Aki abból vizet iszik, aki abból vizet iszik, szeretteitől búcsúzik, szeretteitől búcsúzik. Én es abból vizet ittam, én es abból vizet ittam, szeretőmtől elbúcsúztam, szeretőmtől elbúcsúztam. S úgy elbúcsúztam szegénytől, s úgy elbúcsúztam szegénytől, mind az ámult esztendőtől, mind az ámult esztendőtől. S úgy elbúcsúztam szegénytől, mind az ámult esztendőtől. Hát köszönjük szépen. Én bízom benne, hogy nem csak mi lettünk most gazdagabbak, hanem azt kívánom önöknek, hogy önök is örök emlékekkel és élményekkel térjenek majd haza. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat. Münkes, nagyon szépen köszönjük. Szépen. Nem felejtettek el, hogy még Münkes pusztinával vagyunk magyarok. Önöknek pedig köszönöm a megtisztelő figyelmüket, a viszontlátásra. Köszönöm szépen.